e nemes, felemelő törekvések fontos segítőjévé váljék. Dr. Dinény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a Fradi Stadion átadja a rendeltetésének. A night when England need defiance, need their skill, in a stadium where they have been received in the most hostile fashion so far as the whistling of the Hungarian crowd is concerned, the cheering for their own team. It's the sort of atmosphere that would on this night make them feel a long way from home. But I can tell you that their mood is one of great defiance. They realize that this, for some of them, could be their last chance of making the World Cup finals, and they're determined to be lining up to take this free kick now. Fajrkaş with it, hit it straight at the wall, gets a second go. He was a little lucky, and a good save there by Ray.
Ray Clements from Neil Joshi. And it's Fazekas then with this corner for the Hungarians. A deep one. And against the crossbar from Neil Joshi. And England were reprieved there because I don't think Clements would have known a lot about it. Here's Keith. Üresen, tisztán vehette át, és vezeti rá Klagyvikra. Gól helyzetben, és gól 1-0. A szabadon hagyott Nyilasi úgy robbant ki két védő mellett, mint hogyha azok lelettek volna szövekelve. Itt még csak kotog, aztán egyszer csak meglódul, és ekkora port szerez, ekkora előny. 1-0 Nyilasi góljával a Ferencváros. És Nyilasi kirohan ott, ahol a ferencvárosi szurkolók ülnek, csak úgy, mint első gólja. Három kettő a Ferencváros javára. Itt a 11-es ismétlése. Vagyok elégedve, hiszen egy fantasztikus közönség előtt nagyszerűen játszottunk. Az ünnep egy héttel később lesz remélhetőleg. Hogy lehet, hogy a magyar válogatottnak nincsen közönsége, és a Ferencvárosnak ennyi van? Hát a Ferencvárosnak mindig volt közönsége.
A közönségünk érzi, hogy mikor van együtt a csapat, mikor akarnak mindent belerakni. A válogatottnál ezt még nem érzik, de remélhetőleg egy győzelem után ott is rendben lesz minden. Mi lesz a jövő héten? Hát nagy mes, nagyon kell vigyázni, de hát remélem, hogy meg lesz a bajnoki cím. És mennyi idő után először? 81-82-ben voltunk utoljára bajnokok. Ha tegyem hozzá, akkor még én is játszottam, mert csodálatos lenne, ha most megint megnyerni.
védők is elmegy a kapuját a labda, ez nem lehetett, hiszen a csatár jól érkezett jó helyre. És aztán Nyilasi góljával, ugye ilyet is régen mondhattunk, egyenlít a Fradi a második fél idő elején. Nyilasi Bálint a gól szerint. Úgy írtam föl, Nyilasi lő gól. És valóban teljesen máshogy jött ki a második.